Otrubai Melinda nagypolgári családban született. Édesapja törvényszéki elnök volt, a család először a 6. kerületi Lendvai utca 23-ban lakott. Melinda az általános iskolát a Váci utcai Angol Kisasszonyok Intézetében végezte, de édesanyja már korán beíratta Brada Ede tánciskolájába. 1933-ban került a Budapesti Operaház balettkarába. Itt Brada Rezső balettmester vette át a képzését, és a gimnáziumban magántanuló lett. Melinda érzékeny, finomlelkű, de határozott kislány volt, aki hamar komoly tehetséget mutatott a balettórákon. Ekkor szülei, hogy közel legyenek az operaházban tartott próbákhoz, a Dalszínház utcába költöztek. Melindát jó módban és a polgári értékek mentén nevelték. Megtanult lovagolni, zongorázni, németül, franciául, valamint katolikus hitoktatásban is részesült. Mint balettnövendék számos darabban szerepelt már kiskorától fogva. Az első nagy kiugrása 16 éves korában Dölip Szilvia című balettjének főszerepe volt. Melinda elragadóan táncolt, a kritikák egy-kettőre a mennyekbe emelték. Ezután nem volt megállás, szerepek sorát táncolta el, mint az egyik legtehetségesebb ifjú balerina az operában. Coppelia, Colombina, Scheherezade, Bolero, Sibyl, a csodálatos mandarinban a lány, a Rómeó és Júliában Júlia. Második évadjától címzetes magántáncos, 1937-től magántáncos, 1945-től az Operaház első magántáncosa, prima ballerina asszoluta lett. Ezt a titulust csak kivételes tehetségek kapták meg a balett világában. Melinda nem csak a gyakorlat, de az elmélet mestere is volt. Ritmus és tánc címen könyvet írt a balett művészetéről, és 19 évesen már előadást tartott a Zeneakadémián. 1990-ben örökös tag címet kapott a Magyar Állami Operaháztól, arcképe bekerült az örökös tagok arcképcsarnokába. Otrubai Melinda művészete a Magyar Állami Operaház, akkor még Királyi Operaház egyik csodája. Sikerei csúcsán lévő sztárnak, Otrubai Melindának az erényeit a korabeli lapok a következő szavakban foglalják össze. Tisztaság, ártatlanság, kamaszos vagy majdnem gyermekies báj, légiesség. És amikor ezt a lírát szemléljük, ezt a lírai alkatot, akkor vegyük észre, hogy nem csak arra alkalmas ez, hogy Milos Aurél vagy Harangozz Gyula koreográfiáiban, például a Fábó Faragott Királyfiban a tündér szerepére fölkérik, egyenesen rá koreografálják a szerepet,
hanem arra is, hogy a kor másik nagy sztárja, az Érzékiség címszavával mindig illetett Szalai Karola után a Scheherezádé címszerepét is eltáncolja. Büszke vagyok arra, hogyha nem is időben, csak a rendszerváltás után, akkor viszont rögtön az opera örökös tagi címének újraalapításakor Ütő Endre akkori főigazgató úr kezéből Otrubai Melinda átvehette a Magyar Állami Operaház örökös tagja kitüntető címet. Ennél többet operaházi művész el nem érhet, és büszke vagyok arra, hogy Otrubai Melinda művészetével a mi operaházunkat, a mi nemzetünket gazdagította. Otrubai Melinda egy fényes csillag volt a magyar balettegén. A II. Világháború előtt a Magyar Királyi Operaház prima balerinája. Édesanyám legjobb barátnője volt, édesapám partnere, aki sok darabot koreografált neki. Egyet ki szeretnék emelni, egy elég furcsa előadást, amelyben a Mandarin lányt, a főszerepet táncolta Otrubai Melinda 1945-ben. A mandarint édesapám Bartokkal a háború előtt készítették elő, de nem engedték bemutatni. A háború után viszont a kommunistáknak túl nyugati volt a darab, ezért egy kompromisszummal egy karavánszerájban a Selyem útra kellett helyezni a cselekményt, amelyben hegyi rablók voltak, és a főszereplő lány Otrubai Melinda bő keleti bugyogóban táncolta a szerepet. Most lenne 100 éves Otrubai Melinda, de én egészen biztos vagyok abban, hogy mindenki addig él, amíg emlékeznek rá, és Otrubai Melinda sokunk emlékezetében még nagyon sokáig megmarad. Das war für mich Lebenselixier. Das war für mich. Ich kann mich nicht anders ausdrücken. Lebenselixier war mir der Tanz. Otrubai Melinda karrierje csúcsán egy estélyen ismerkedett meg későbbi férjével, 5. Eszterházy Pál herceggel, akivel egyszer már gyerekkorában találkozott a Balatonon. Melinda nem mondott egyből igent a herceg lány kérésére, de a szerelem győzött, és 1946-ban házasságot kötöttek. Eszterházy Otrubai Melinda röviddel ezután felhagyott balettáncosi pályafutásával. Utolsó szerepe az operaházban a Kék Duna keringő volt. Eszterházy Pál herceget 1948-ban letartóztatta az államvédelmi hatóság, és 1949-ben a Mindszenty bíboros elleni koncepciós perben 15 év fogházra és teljes vagyonelkobzásra ítélték. A hercegi pár ezután 8 évig nem látta egymást, csak pillanatokra. Kapcsolatuk azonban töretlen maradt. Az 1956-os forradalom alatt a herceg kiszabadult a börtönből. Burgenlandi munkatársai segítségével Svájcba szökött a hercegi pár, és Zürichben telepedtek le. Ott éltek nagy szeretetben és harmóniában, Eszterházy Pál 1989-ben bekövetkezett haláláig. Pál herceg halála után felesége Eszterházy Otrubai Melinda lett az Eszterházy vagyon egyedüli örököse. A hatalmas örökséget 4 magánalapítványra bízta, így tudta biztosítani azt, hogy a vagyon egyben maradjon, és az Eszterházy család örökségét minél többen láthassák. Az alapítványok kezelésével unokaöccsét, Otrubai Istvánt bízta meg. Eszterházy Melinda biztosan a legfontosabb személyisége volt az Eszterházy családnak a 20. évszázadba és az induló 21. évszázadba. 26 éves korba házasodott, Eszterházy Pál mellé állt, a 8 éves börtön
elzárása alatt, nagy támasza volt a háttérben, titkosan utána megszervezte a menekülést Ausztriába, később Svájcba, és ott segített egy egzisztenciát, egy teljesen új egzisztenciát egy idegen világba kialakítani. Évtizedeken keresztül ő volt a fontos diplomáciai és pszichológiai erő, aki simított, aki a nagy ellentéteket, az osztrák érdekek, a családnak az érdeke között próbálta simítani sikeresen is, több fontos pontban békéket és békét is tudott kötni. Aztán lassan átadta a befolyását és a szerepét a következő generációnak, de sok évtizeden keresztül ő volt igazából a nagy erő és a nagy pszichológiai simító, aki ezt a nagyon nehéz uradalmat átvitte aztán a 21. évszázadban. Személyesen egy nagyon sármos, bájos személyiség volt. Én emlékezek még a legelső találkozókra, családi ünnepségekre, 6-7-8 éves voltam, csak azt tudtuk, hogy egy tanti, akinek a múltja részben Magyarország, részben Ausztriára visszamegy, úgy viselkedett, mint egy kedves, egy normális családi tag, aztán sokkal később kezdtem realizálni, hogy milyen életfeladatot kapott. Szívesen emlékezek én személyesen rá, sokat, amit ő mondott, gondolatokat, amit kicseréltünk, még ma is támaszom abban, amit itten csinálhatok az Esterházy cégek keretében. Élete utolsó éveiben Kismartonban élt. Szerette volna, ha életét Burgenlandban fejezheti be, közel Magyarországhoz, ahol született. 2014-ben, 94 évesen, családja körében hunyt el. A kismartoni Esterházy kriptában helyezték örök nyugalomra. Haláláról Budapesten, a Szent István Bazilikában megtartott gyászmisén is megemlékeztek.